Üdvözletem mindenkinek, nekrokrim vagyok, és egy kis Battlefield 4 segítség. Mindazoknak, akiknek nincs meg a jó videókártyája hozzá, szeretnének egy kicsit több FPS-t elérni, vagy mindazoknak, akik szeretnének többet látni a pályán, és ezáltal elérni egy kicsit jobb teljesítményt. Nos, hogyan tudok majd nektek segíteni ebben az ügyben? Amit felnéztek a jobb felső sarokra, annyi FPS-em van jelenleg, minden ultrán van. Azt meg kell, hogy hagyni, és 90 FPS kapok, jó, ez egy GTX 770, persze, hogy sok FPS-t ad, de ez meg a test range, szóval ez játék közben mondjuk 80 és 75 környékén mozog. Rengeteget lett optimalizálva a játék a beta óta, ezért is tudunk ennyi FPS-t elérni. De most ugye, akiknek kevesebb FPS-e van, hát jöjjön egy kis megoldás nektek. Mindenről fogunk beszélni, átfogóan játék beállításokról. Elsősorban szeretném kiemelni, aki gondolkodik azon, hogy Windows 8-ra átváltson, azt tegye meg, mert erőforrásokban kevesebbet használ, ezáltal több marad a játéknak. Na most, jöjjenek a beállítások. Options föl, Controls-nál ki hogy szereti, ugye én az egérzékenységet szoktam alapon hagyni, és nekem a 900 dpi egéren simán jó. Igen, ez egy kicsit durva az érzékenység járművekben, de nekem ez így tetszik, és így megfelelő. Na most ennyit. Erről gameplaynél, amire érdemes figyelni, itt beállít mindenki, amit szeret. Amire érdemes figyelni, az a HUD Visibility, ez gyakorlatilag a célkereszt, hogy jobban látszódjon, hogyha neten no zoomba kell lőnöm, tehát kevésbé kell oda koncentrálnom. Magyarul Network Smoothing Factor az alapjáraton valahol 40-50% környékén van, én ezt leszoktam venni 10-re. Miért kell ezt levenni 10-re? Azért kérem szépen, mert a regisztráció a játék közben nem annyira jó Battlefieldben. Képzeljétek el, 64 embert lekövetni egy szerveren, az elég a macera. Biztosan veled is fordult már elő, hogy futottál, és valahonnan random pif, valaki lelőtt és meghalt, és sálkoztál, hogy mikor a pálya túloldalán volt. Na most ez a Network Smoothing Factor ebben segít, hogy ezt javítja. Tulajdonképpen ez nem megoldás, de egy kicsit javítja, hogyha leveszed 10%-ra, ilyen csodák nem történnek meg, mint ahogy azok a csodák se, mint hogy lősz valakit 1000-rel, az meg is simán továbbúrral, vagy netán megfordul és lelő. Na most ez a Network Smoothing Factor, ezt ha levesszük egy olyan 10% környékre, ez tud ebben segíteni, de nem maga a megoldás. Audio, ki mit hogyan szeret, én leszeretem venni a Mastert 7%-ra, szeretem hallani azokat, akik TS-en beszélünk, ugye ez érthető, VoIP volume szintén ebben tud segíteni. Nos, videó beállításoknál mire kell figyelni? Ugye 1080p-ben játszom, én 60 Hz-en, mert LED monitor, de akinek megengedi a hercei, az fölveheti a 120 Hz-re körülbelül, és az már egy egész jó megoldást tud hozni. Vertical Sync off, egyértelműen brightness ki mennyire szereti. Field of View 70-re állítom, mert az már az a megfelelő képmennyiség, amivel lehet élvezni a játékot, de még nem nyújtja a halálra. Azért óvatosan a Field of View-val, mert a Battlefield 4-ben azért, hogyha zoomolsz, gyakorlatilag, akkor minden szuper kicsi marad. Tehát ha nagyon magasra veszed a Field of View-t, hiába zoomolsz, nem fognak közelebb jönni a tárgyak. Jó, most közelebb jön, mert ott van egy holographic site, de igazából nem jönnek közelebb a tárgyak, semmi sem lesz közelebb, úgyhogy ezzel óvatosan kell bánni. Ennyit a Field of View-ra. 70 az még nálam például megfelelő, tökéletes. HUD size az a célkereszt, ugye azt már azt szeretem látni, hogyha lövök gyakorlatilag. És Resolution Scale, ez egy érdekes dolog, ugye, hogyha fölvesszük 200%-ra, elég durva képet kapunk, még az én gépemet is megöli gyakorlatilag, hogy azt mondjam, de nézzétek csak a homokot, tehát elképesztő részletességig megy minden, gyönyörű a játék, csak hát bakker, 30 FPS-re ki tud játszani, még egy Crossfire, vagyis egy Crossfire-nek, vagy egy SLI-nek is mondhatnám, hogy gondot jelent ez a részletesség. Ezért, hogy nagyon-nagyon sok FPS-t nyerjetek igazából, és már nagyon sokat segít az, hogyha ezt például leveszitek egy 80%-ra, mindannak, akinek erre szüksége van, hogy több FPS nyerjen, és ultrán és 80%-on, ha megnézitek, azért nagyon szép képet lehet hozni, időnként fölmegy 120-130 környékére, 140, még ha lövök akkor is, szóval 120 és ez remek. Szóval test range 120 remek, az azt jelenti, hogy játék közben 100. No, ennyit erről, ezzel lehet játszani, ezt érdemes lejjebb venni, azok, akinek a videókártyája kevésbé bírja. De én visszaviszem magamnak 100-ra. Jöjjön néhány beállítás a túloldalról, ugye, hogy hogyan állítsuk be egy kicsit a grafika hátrányára, de viszont arra, hogy mindent jobban lássunk, előnyére. Oké, customra átállítjuk a graphics quality-t, és azt mondja, texture quality marad, high texture filtering marad, high lighting quality, az lemegy low-ra, ez minden fény, ami zavaró lehet, effects quality lemegy low-ra, ez minden robbanás, füst, bármi, ami zavaró lehet, ezeket mind low-on tartom, hogy ne zavarjak, főleg mikor akció van. Post-process quality az medium, mesh quality marad high-on, terrain quality marad high-on, terrain decoration medium, szintén segít abban, hogy kiemelje a dolgokat, anti-aliasing off, anti-aliasing post az off, kérem szépen, ambient occlusion off. És hogyha most megnézitek, hogy mit értünk el, szintén ha belenéztek, 140 FPS, kérem szépen, játék közben 120-at fog jelenteni azoknak, akiknek a videokártya ennyire bírja, mint az enyém, akinek nem, akkor is azoknak is legalább egy 20 FPS csökkenés várható, bocsánat, egy 20 FPS emelkedés, főleg hogyha még rá is húzza, mondjuk a Resolution Scale-t leveszi 80-ra, mondjuk, ahol még megmaradhat a jó kép, kérem szépen, már plusz 10 FPS, plusz 10, megint plusz 20 FPS, 160 FPS körül járunk, és gyakorlatilag már helyenként 180 is, de ez a test rész, szóval ez azt jelenti, hogy 150-et kapnék én játékban egy 64-es pályán, ahol akció szól minden, és robbanások vannak, blablabla, blablabla. Megnézzünk egy járműves tesztet is tulajdonképpen, hogy ez mennyire szuperálna, hogy mennyi FPS járművel, hát igen, egyelőre még nem lőttem el semmit. Átgázolunk dolgokon. Jó, oké, ez nekem eddig megfelelő. Szóval ennyit lehet nyerni, hogyha a Resolution Scale-t leveszed és ezeket a beállításokat alkalmazod, de én, mivel hogy már úgyis bírja a gép, bírja a videokártya, ezt általában visszaveszem 100%-ra, és nekem ez így megfelel. Szép a kép, amint láthatjátok, minden élesebb, a vonalak, a kiemelt tárgyak, az emberek, minden gyakorlatilag élesebb lett. Szóval ennyit erről, ennyit Battlefield beállítások, remélem hasznos volt, remélem mondtam valami újat és segített. Van még egy videóm arról, hogy hogyan tudjátok fokozni még a gépetek teljesítményét, hogy jobban kihasználjátok az erőforrásait a Battlefieldnek, és több FPS kapjatok. Link a leírásban ahhoz a videóhoz. Köszönöm a figyelmeteket, nekrokrim voltam, további Battlefield videókig. Sziasztok!